Gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő ellenfényes videóval. Most látom csak, hogy besüt itt még a nap. Ez azért lehetséges, mert annyira rá vagyok függve erre a játékra, hogy hazaértem, elvittem sétálni a Sanyikát, és már egyből bele is csapok a lecsóba, mert annyira várom, hogy végre csináljuk a dolgokat. És ez a játék nagyon-nagyon durva, hogy mindig állít fel eléd egy-egy kihívást, amit szeretnél elérni, és elmondom nektek, gyerekek, hogy körülbelül még legalább 8 részre való ki, 10 részre, vagy nem is tudom hány részre való kihívást itt van benne a fejemben, amit szeretnék megvalósítani, és azt se tudom, hogy egy részbe hogyan férek bele. Nem, hogy 10 részbe, mármint úgy értem, hogy amiket meg akarok valósítani, lehet, hogy nem fér bele egy részbe még egy megvalósítása, és van még 100 dolog, amit meg akarok valósítani ebbe a játékba, és ezért nagyon-nagyon-nagyon nagy függvénységet okoz. A mai részben egyébként megpróbálok festeni, megpróbálok a kertészkedést. A festéssel kapcsolatban nagyon nagy ötleteim vannak. Nem bírom elmondani, hogy mennyire várom azt, hogy végre belecsapjunk a lecsóba. Na gyerekek, az a szituáció, hogy először is szerintem nyomunk egy olyat, hogy kipakolok, jó? Nézzük az egyéb kraftos dolgokat. Festék, jó sok festéket használni. Na, festeni is kell, ugye? Egyéb kraftos dolgok, a motorok is itt vannak, ugye? Ezt le lehet szkrepelni? Azt mondta valaki egyébként, le lehet szkrepelni, és akkor lesz belőle festék. De hát mennyi? Ezzel ugye a ruháimat lehet festeni elvileg. Na mindegy, ezt hagyjuk már, na. Az egyéb kraftos dolgokat, a papír is ide jön, ugye? Mennyi papírom van? 115 papírom van. Lassan majd fogunk tudni csinálni. Egyéb kraft, menjünk szépen végig. Ez mi? Ez elektromos dolgok. Ezt meg, nem tudom, ezt le tudom szkrepelni, leszkrepelem, nem kell ilyen ide. Gyorsan végig megyünk. Ez nem egyéb kraft. Mondjuk ez a növény, ez lehetne egyéb kraft, de mert nem zombia? Nem egyéb kraft barakom, hanem máshova fogom rakni. Eladható cuccokban van ez, ugye? A fegyver alkatrész az jó sok van, úgyhogy akkor... Ugye az eladható cuccokban van még más is. Ez. Fegyver alkatrészben. Gyors kipakolok, bocs gyerekek, érte. Szerves kraft az itt van. Itt van. Más szerves kraftunk nincs. Ilyenkor azt kellene csinálnom, ugye, amit szoktam csinálni, hogy... Ami marad... Azt így lerakom, ugye? Ezt szokta csinálni a Keeper. Ez is marad. Ja, igen. Heavy Armor, gyerekek. Heavy Armorra fogunk ráállni. Kénytelenek leszünk, de egyelőre lehet, hogy az lesz. És van Armorom? Van páncélos. Van páncélos. Lesznek itt Heavy Armorok. Itt is egy Heavy Armor. Heavy Armorra fogunk ráállni. Úgyhogy mindenképpen gyűjtjük, látjátok a Heavy Armoros dolgokat. Armoros dolgokat. Mert... Mindenképpen arra kell majd, hogy ráálljon a Keeper, várjál már, álljál le! Itt a növény, igen. A szelves kraftba rakjuk ezt a növényt. A fegyverekbe is. Mindent pakoljunk ki, jó? Gyógyszer az van. Nálam nincsen. Fegyver... Hát ezt nem oda. Az előbb raktam sorba, aztán erre megint. Tüsszenteni fogok, gyerekek, mert nem fogom tudni. Visszatartani. Elnézést. Köszönöm szépen, aki írta, hogy egészségedre. Bocs, tényleg, gyerekek, de... fegyver alkatrész. Ugye az armor alkatrész is ide jön. És akkor rakjuk a... lesz ki, kell egy magos láda is. Majd kell egy magos láda is. Ez jó, egyelőre ide rakjuk. Oké. Ezekből is ugye magot fogok csinálni. A fegyverbe. Bocs, gyerekek, hogy ezzel kell, itt vesződök mindig, de főleg kell csinálnom ezt, mert ugye most rengeteg dolog van nálam. Van stone-ba való dolog, van vasba való dolog ez is, és akkor már is egy kicsit jobb állapotban vagyunk látszólag, de nem nagyon ám, mert az a baj, hogy szemes craft. Szerves kraft az kell, ugye rothadt hús majd. Ja, mert ugye a motor még fullon van, és az elektromos dolgunkban jön ide ez. Ne ülj föl a motorra, testvérem! Minden kell még csinálni. Mennyi minden cuccom van még. Na, eladható cuccok, azt már látom, hogy van ez. Hova raktam, gyerekek, a pénzemet? Mert nem jöttem. Van egy izém. Azt miért ide raktam? Van egy térképem. Ezt readoljuk, azt a... Nehogy eszképet nyomtam rá, már jön. Oké. Van egy... Hova raktam a tokenjeimet?
voltak tokenjeim valahova szépen sikerült beraknom, vagy pedig sikerült beolvasztanom, vagy betörnem, vagy mi történt a gyerekek? Nem mondjátok, hogy sikerült elcsesznem, akkor megvadulok. Komolyan, 350, van itt minden. Ezt be kéne szkrepelni. Nem tudom, hol raktam a... Ne dobd el. Nem tudom, hol raktam a... Milyen ez? Ja. Mit csinálsz, Keeper? Hülye vagy? Rész? Van nálam rész? Van nálam rész? Van nálam még stone? És igen, itt vannak az alapanyagok. Van nálam egyéb craft. Egyéb craft. Ez is ide szokott tenni? Lehet, hogy ide szokott, csak ugye elfogyott. Van szelves craft. Jó. Van fegyver alkatrész, van megint. Bocsánat, hogy így össze-vissza, csak éppen meglát valamit a Keeper, aztán van fegyver mod... Várja, fegyver... a modifikációt miért ide raktam? Van modifikáció. És vannak megint alapanyagok. Hoppá. Jó. Ezt is rakom ide, bár egyébként nem ide kellene rakni. Itt is van alapanyag. Itt is van alapanyag. Van egy kis gyógyszerünk. Van egy kis fegyver alkatrész. Toll ugye. Tollból van egy csomó, az nagyon jó. És akkor van egy kis olmom. Meg van egy kis szelves craftom. És akkor nagyjából így mondhatni, hogy jó vagyunk. A murky bolter-t berakjuk ide. Meg ezt is berakjuk ide. Ugye? Jók lettünk. De várj, a murky bolter-t az olyan szinten használtuk fel, ja, hogy el is fogyott az üvege, úgyhogy üveget valószínűleg kellene gyártani. Várjatok, itt vannak fennforgások, srácok. Ez mehet a stone-ba. Igen, a pénzemet egyszerűen nem tudom, hol raktam. Most ez halál komoly. Egyszerűen nem tudom, itt a pénzem, jó. Ennyi pénzem volt összesen, nem valami, nem vagyunk annyira elládva. Viszont van rengeteg mindenféle csuda jó dolgom. Na srácok, akkor amit kellene csinálni, az nem más, mint meg kellene csinálni a magokat. Úgyhogy minden, amiből mag létrehozható, és van egy csomó húsom, azt meg kéne csinálni. Viszont tojások meg rettenetesen kevés. Na, nézzük, miből tudok magot csinálni. Ezt is kiveszem. Meg a lyukkát is kiveszem, ezt is kiveszem. 3 darab krumpli, az nem lesz semmire elég. Ezt is kiveszem, és mindenből magot fogok csinálni olyanból, amiből érdemes lenne. Itt mi van? Igen, nincs annyi kávém, sajnos, amennyi kellene, úgyhogy ezt rakjuk ide bele. Oké, akkor a magkészítés 1000-el lesz. Corn seed, 7 darab. Yucca seed, 4. Super corn seed, 4. Ez meg elvileg 3, ugye? Oké, gyerekek, akkor megyünk, elültetjük a dolgokat. És akkor már is, mennyi olyan szinten van, mennyi piac szinten van. Tényleg annyi dolgot szeretnék egyébként csinálni, el nem tudjátok képzelni, nagyon várom, hogy folyamatosan fejlődjünk. Vagyis folyamatosan, nem is, azt várom, az a durva, azt várom, hogy folyamatosan menjen az idő, gyerekek. Itt egyébként, ja, éjszaka sötét van, baza, mire számították képen? Nem is, baza, el se fér. Úristen, el se fér. Ja, el se fér, baza. Szerintem a illét kellene erőltetnem. A kornt. Kukorica föld, gyerekek, kukorica János. Mire meg ugye már nem. Van még helyem? Egy darab helyem van. Hát ja, a lyukkát lehet, hogy annyira nem kellett volna erőltetni, inkább a kaját, de most már, hogyha elültettem, akkor már hadd menjen. Megpróbálunk csinálni még ládát. Meg gyűjteni fogunk rothadt húst, amennyit csak bírunk majd. Annyit akartam még csinálni, igen, van egy nagyon nagy tervem a játékkal kapcsolatban, azon kívül, hogy ugye megcsináljuk azt a föld alatti részt. Tényleg nagyon nagy terv, és remélem, hogy tetszeni fog, meg ott van ez is, amit meg kellene csinálni, meg ugye le kellene ásni, rengeteg dolgunk van. De, na, akkor azt mondja, hogy az mi is volt, valami plant, vagy mi? Nem, farm. Ahhoz kell nekünk wood, ilyen, nitrit powder és clay. Egyébként azt mondtátok, hogy van egy olyan skill, amivel tudok, kevésbé kerül, vagy kevesebbe kerül. Hogyha én nekem az megvan. Nem tudom, várjatok, hol lehet olyan? Tudom, hogy electric, nem tudom, quest. Ez mi az javelin master? Az ilyen spear-el való.
Animal Tracker. Bazd, meg tudod nézni a izét. Az állatok, hogy milyen messze vannak, tök jó. Nem tudom, hol van az amelyik. Huntsman. Több izét tudok szedni. És nem tudom, hogy ez hol van. Ez mi? Ja, 50%-a kevesebb kosztja van. Ezzel meg 5, mennyivel van? Igen, ennyi, figyeljetek, ez adott olyat, hogy a farm plotszok 50%-a kevesebbe kerülnek, de viszont ez már nem ad azt, látjátok? Az annyi, hogy dupla annyit szedsz belőle. És 5 pontnak kellene ennek lennie, úgyhogy erre lehet, hogy egyelőre nem rakunk. Jó, akkor viszont... Igen, nekem a rothadt húsom, meg már is felejtett a keeper, hogy még mi, clay és nitrit. A nitrit az van bőven, a stone-ban van szerintem bőven clay-jünk is, és akkor ennyi kellett hozzá? Mi kell még hozzá? Ja, a fa. Hol a fa főnök? Ugye fánk is kezd kevés lenni, úgyhogy el kell mennünk majd fát vágni, és azt hol kell csinálnom? Itt kell csinálnom? 9 darabot megint tudok csinálni, az nagyon jó, viszont be kellene izítani itt a dolgokat, nem? Nézzük, hogy miben mi ennyi van. Ebbe például szedjük ki a fát, azt újra tervezzük, jó? Nem is tudom, melyikek égtek. Kell is égtek, ugye? Melyikben van a legtöbb alapanyag? Ebben van izé. És szendet lehet, hogy kellene beolvasztom, azt akkor folyamatosan tudok csinálni. Figyeljetek, szendet dobjunk be. Mennyi szendben van? Jó, hát az olvadjon be, érted, mert miért nem? Nem ebbe. Nem ebbe. Bazza mindig elfelejti a kép, ebbe rakunk be szendet. Ja, hiszen van benne, jó, olvad, akkor ide kellene nekem egy órányi cucc mindenképp. Meg a kövesbe is, akkor már menjen, nem? Várja már. Ugye egy olyan 70 körüli. Legyen 90. Oké. Turn on. Igen, és ebbe át kellene raknom mindenképpen akkor a fújtatót. Van ebből ugye kinyertük. Be kellene raknom ezt a fújtatót, meg ezt, és akkor tudok csinálni még acélt. Mert az mindig jó, hogyha van. A acélunk nem keletkezett, de itt van 455 darab. Hú, gyerekek, egy pillantás, mit akartunk még végig gondolni? Ja, igen, a szend az meg olvadjon be. Ja, meg a követ, akkor azért még kellene nyomni, mert a kő az ugye mindig kell. Hadd menjen, és ugye a cement már is megint 755 darab készül, meg akkor hozok követ, meg van nálam szend, akkor csináljunk betonkeveréssel betont még. Az mindig jó, hogyha van beton, 2500-at ledaráljuk. Aztán jó van, és akkor a maradékokat azokat meg fogjuk, és akkor berakjuk az alapanyagokat, és lesz egy magas láda mindenképp, mert nem érdemes ide rakni a magokat. Jó, meg vagyunk mindennel, ugye? Ja, még ott van kukorica, álljál le? Kukorica, ez is menjen ide, meg tényleg egy magosat fogok csinálni. Menjünk be a vasba. Oké, van már 500, oda nézzetek is, ez 5000-et ér, tehát itt nagyon sok pénzt is tudsz keresni gyakorlatilag, úgyhogy gyakorlatilag csak bányászol, az megint egy, nem egy utolsó dolog lesz. Egyéb craft, ez ide megy, szelves craft, ide megy. Jó, és 800 darab fánk maradt. Oké, és kacok, akkor azt kellene csinálni, hogy itt el kellene készíteni a maradék. 1000 darab készült, ja, ez kellene fa, azért ugye nem csinálta. Nem tudom, mennyi idő alatt fogja megcsinálni. 1 perc alatt? Hát akkor még sokat is raktam bele. Jó, és akkor készítse ezt. Készíti, ugye? Hogy ne, nagyon gyorsan, oké. Ezt hol raktam az egyéb craftba? Festék. Oké, festék legyen nálam, ecset legyen nálam. Ami még... kellene. Nekem, ja, ezeket megcsináltuk a virágládákat, valószínűleg. 9 darab, magok azok vannak nálam. Kiraktam a magokat, én hülye, ugye?
Milyen szírek vannak? Van ez a szír. Meg van blueberry szír. 9 darab kell, ugye ez már 7. 7 ugye? 7. Meg jukka szír. Hát igen, ennyi volt. Nincs, abszolút nincs más sem, ugye? Nem csesztem el sehova. De várj, kukoricám az csak ennyi volt. Ja, még ott len van egy a skill bar. Oké, elültetjük. Megcsináljuk ezt a 9 darab. Hoztam a 9 ládámat? Hoztam a 9 ládámat. És elültetjük a maradékot, és akkor folyamatosan csinálunk ilyen ládát, és egyről, de majd specifikusan olyan növényeket fogunk készíteni, amelyik ugye... Én olyan hülye hangot hallok. És meg is van a 9. Na, gyerekek, tök jó. Tök jó vagyunk. Menjen a lyukka is mondjuk ide. Lyukkát nem nagyon érdemes, de figyelj, egyelőre nem annyira érdemes, mást érdemesebb. De ha már egyszer van, akkor miért ne legyen, ugye? És akkor van még. Ja, egy megmaradt. Van ez a szuper kukorica. Oké, és kacok. Jaj. Alakulnak a dolgok. Na, egyébként ezt is szívesen kifesteném. Arra gondoltam, hogy meg kellene nézni ezeket a festékeket, hogy milyenek vannak. Kezdhetnénk itt, és akkor mondjuk esetleg, hogyha jön reggel, meg kifesterünk kívül. Kezdjük itt mondjuk, ezen ki tudjuk próbálni. Nya. Az ecset az ugye nem is rongálódik, úgyhogy tök jó. Elvileg lehet úgy, hogy full falfelületeket kifestez valamivel, bár nem biztos, hogy érdemes egyből, mert akkor elviszi, ugye. Ez lehet ilyen fehéret. Milyenek vannak? Fehér cement. Metal. De jó, üveg nincsen? Várj, nincs glass. De van, mi ez? Ilyen üvegtégladik. Nagyon jó. Valami világosra akarnám ezt kifesteni, ez mi? Valami világos kellene ide, gyerekek. Metal steel. De jó néz ki. Ez a white-ünk van? Nézzük meg milyen. Hú, de ronda, bazza! Hát nem is olyan volt a képen, apám. Ezért mondtam, hogy egy elsőre nem érdem is kipróbálni. Ezt választottam ki, Dick, azt. Milyen ronda lett? White. Hát a white. Nézzük meg a metal white-ot. Nem a legjobb, nem? Fel, hogy nincs valami tényleg olyan jó üveg. Fehérbe tudok, hát ez is. Várj, tudok másolni? Tudok. Jó. És ezt is le tudom másolni? De jó, le tudod másolni, nagyon jó. Mondjuk ezt a téglafalat lemásolnám, az nem lenne olyan rossz. Nem csúnya, nem? Ez olyan érdekes. Nem merek olyan nagyot, nem tudom, hogy működik. Egyelőre ezt most így bekattogatom, bocsász. Majd ott kint csinálom teljes falfelületeket. Nekem ez tetszik, ez bejön, ez egy olyan tipikus pincés, nem? Figyeljetek, találunk jó ízéket. Jó festékeket, akkor majd cserélgethetjük, meg nézegethetünk. Figyelj, a padlót is le tudod festeni, ezt akkor normál, ilyen tök érdekes ízeik lehetnek. Padlók esetleg. A mennyezetet milyenre festjük, azt is ilyenre? Azt nem tudom, hogy hogy van most, én nyomok egy olyat, hogy teljes falfelület, akkor leküldi az egészet, akkor megbolondul a képer, érted? De van olyan szerintem, hogy full falfelület. És a hengerre kellene általán? Nézzük meg a hengert. Bassz! Ez egy kicsit érdekes lett. Na mindegy, figyelj ezt, akkor ma. Így megcsináljuk, azt inkább akkor ebből veszünk mintát, és akkor kijavítjuk ilyenre. NE! Jaj, rajt hagytam azon a szarom, bazen! Hát kell hagytani esetre, így. Vegyél mintát! Bakker! Figyeljék a gyerekek, mert bajok lesz, vannak mi. Ezt mondtam, akkor az egy ilyen nagyobb részt önt le.
Jó, festők millió darab van, úgyhogy ha elcsúszom, annyira nincs sok nagy probléma, mert jó volt, érdemes volt elmenni gyűjtögetni, na nézzük milyen. Ott még ki kellene javítani, a hülye volt a képből. Jó. Még ki kéne javítani. Na, ez egyébként baró jól néz ki. Na, figyeljetek, lehet, hogy valami metalikot kellene a tetejére, hogy mintha vas lenne. Azt például nagyon adnám. Vaj, metal, vagy steel. Van steelünk? Ilyen steel trapli nevezes cucc, hallod, mint a szellőzős lenne. Várj, de megpróbálok egy ilyen nagyobb felületet. Na, akadtok. Oh, te fiú. Aha. Se van a rékot, azt mondja, kifesti a képről. Hát, tesó, azért odavernám, oda néző öcsél. Ez tök jó, egyébként valami világosabb lehet, hogy jobb lett volna, valami blue. Kék, hallod? Ez olyan lenne, mint hogyha ég lenne. Uah. Blue, van blue-unk. Olyan lenne, mintha ég lenne. Ah, ez nagyon adja. Ez nagyon adja, kék legyen. Ilyenkor mennyit viszel? Ha annyit viszel, vagy itt lefestesz? Valószínű mi? Gyerekek, ez ne haragudjál, de ez nagyon komoly az játék. Ezt most átabáltam simára, csetre. Maradékokat gyorsan lekattogatom, bocsi. Á, ez nagyon nagy, még ráadásul ilyen kis fehéres, olyan, mint hogyha íg lenne. De, ja, az is sem volt rossz. Ú, nagyon tetszik, nagyon tetszik, na. Jó, hát napközben, lehet, hogy ki kéne vagy fákjázni, napközben jobb lesz. Itt ezt meg, lehet, hogy azt csináljuk, hogy veszünk egy ilyen textúra. Ez pont nem kell volna, hanem az utakat. De nincsen valami más stone-unk? Stone-e? Ó, ilyen, ez kell. És már reggel is van. Hogy rohadjon meg, mi? Kapcsoljál már a villanyképer. Ó, nagyon adja. Ez a festés, ez nekem nagyon bejön. Szeretem az ilyen dekorálós cuccokat. Az a baj, mindig kattogatnak el. Húzni nem tudom az egeret. Na, látod, már reggel van, és akkor ilyen kék a mennyezet. Lehet, hogy majd vagy variálunk azon. Hanem azért az acél is nagyon menően nézett ki. Ezért van, hogy egyébként a memória igényelnek a játéknak ilyen horribilis, mert ugye folyamatosan mindent mentenie kell memóriában, amit építesz, meg amíg igazából a világon van. Úgy, és egyébként akkora tervem van ám, hogy hova fogunk menni legközelebbi kalandba. Valószínű, hogy ma egy kicsit akkor itt ezt fogjuk csinálni. Van egy csomó húsom, az is tök jó. Na, hoppa. Ha ide bejössz, aztán akkor jól érzed. Mondjuk olyan nyomasztó ez a sötét mennyezet. Lehet, hogy azzal... Hoppa. Azzal majd kezdünk valamit. Na! Nézzük ki. Legkívülre, most még egyelőre nem megyek, mert ittben akarok még egy kicsit. Lehet, hogy megpróbáljuk, hogy kifestünk egy egész belső teret. Mondjuk ez milyen, miben lenne jó? A beton se rossz, várjál, a beton se rossz, csak nem ez a beton, és nekem ez a beton ez mindig retteltesen csúnyának hatott, hanem van az a... Ez. És akkor megpróbáljuk úgy, hogy benyomjuk ezt a kiöntést. Mik? Az egész felületet leküldte. Az egész azt a felületet leduratja. Nagyon jó. Baró. Ez a beton, ez bejövősebb nekem, megmondom őszintén. Ez ilyen tudod, ilyen megerősített beton, ilyen vas... Hallod, ez nagyon jól néz ki. Így eszi azért a festéket, keményen. Várja már?
Van még ilyen... Cameron Woodland, meg ilyenek, azt a rohadt életbe, meg ilyen is van. Mit akartam? Steel? Nem a Steel. Oh, Barker, de jól nézünk ki. Na ez jó, ez tetszik, mert ez ilyen szép fehér. Hoppa. Lehet csalni, hogy izé, hogy... lehet csalni, azt eljátszott, hogy izé vasból van az egész bál, és az közben a lótúrót, mi? De durván néz ki, tesó. Ezt itt fel kellene upgrade-elnem majd, nem akarom most így. De jól néz ki. Ez a fehér... Ah! Istenem, várj, ezt lehet, hogy leküldem inkább ilyennel. Ó, igen, ez nekem sokkal jobban tetszik, gyerek. Ó, az egész padlózatot megcsinálta ilyenre. Ne fog fogyni mindjárt a festékem, úgyhogy kell hozni. De még... Ah, de jól néz ki, tesó! Nagyon tetszik! Szerintem teljesen kiig megcsinálta, aha. Mert ugye egybefüggő felületeket leküldi ilyennel. De egyébként van ám ötletem, olyan meg fogtuk őrülni, milyen jó lesz. Meg fogtuk őrülni, és a rácsokat, nem, a rácsokat nem, csak az a baj, hogy még nem tudod, hogy mi volt beton, mi volt acél, nem igaz? Ez egy kicsit problémás tud lenni. Ja, ez az egy gond van vele, de így azért iszonyat jól néz ki. Ez így ilyen, tudod milyen, nagyon futurisztikus kezd lenni. Ilyen szó szerint ilyen, izé is ilyen nagyon high-tech bunker kezd. Hallod, ez nagyon betegül néz ki. Esküszöm. És ez nem az... Ah! Hallod, ez nagyon jó. Ezt is leküldtük? Jó van, nem baj. Ezt meghagyom a célra. Nem, gyerekek, rájöttem, hogy ez milyen lesz. Ne szórakozz, Skipper megőrült. Figyeld, várjál. Nem bírja a Keeper rá, jó, gyerekek, várjál. Nem jó vagyunk. Izére kell, ecsetre kell rakni, mert nem akarok. Okay. Ez a festegetés, ez nagyon tetszik. És tök gyorsan ki tudod festeni a bázisod, mert akarod, akkor nem muszáj egyesével, érted? Ja, ezt tudjuk, hogy a cél. Hát igazából nem tudom, hogy... Hát figyelj, ha felupgrade-elünk mindent a célra, azt akkor igazából nincs olyan, hogy nem a cél. Hoppá, ezt nem akartam. Úgyhogy ilyenkor csippentés. És akkor ez. Tök jó, mert ez a csippentéssel lehet így szórakozni. Várjál már, nem ezt akartam. White. Van milyen white-unk van? Melyik a legwhite-abb white? Ennyi van. Na gyerekek. És már érzitek a törődést, ugye, hogy kipől mire gondolt. Jó, ott meg kell javítanom, igen, igen, tudom. Egyébként nem messze, itt van a kincs. Pont itt van mellettem, ne szólok hozzá. Ha, a szarba van, arra. Ha, a francba van az a kincs? Ja, ott van, jó. Nincs messze. Kár, hogy az ajtót nem lehet, lol. Viszont ez... Várj, nézzük már ki. Öcsém. Egyébként lehet, hogy betonul jobban nézed volna ki, nem? Na most meg olyan furi. Meg acélba se nézed ki rosszul. Jó, egyelőre most ezt szerintem hagyjuk. Hanem, mit kellene csinálni? Hú, egy csomó mindent kéne csinálni, de ez viszont nagyon halálos. Ez nagyon halálos, de várjál, akkor le tudom festeni ezt az egyelcseszett tizenet is itt. De jó, várjál. Igen. Jó, ezeket nem akarom lefesteni, fogalmam se lesz, hogy hogy milyen. Itt. Ezt gondoltam, hogy baj lesz ebből. Gondoltam, hogy baj lesz. Mert ugye, baj van bele. Éj, ez még így tök jó, ilyen inverse-ben van. Nem is rossz.
Nem is rossz gyerekek, viszont itt fel kéne upgrade-elni. Várjál, tudod, mint ezt lefestem. Jó. Ó, de fiú, nagyon-nagyon adja. Nagyon tetszik. Mi történik itt? Nem sem, semmi? Ja, itt beton készítünk. Túl jó minden, nem bírja a képer elviselni, hogy hirtelen ilyen szuper van is vele. Nagyon adja. Jó, Adam, várja, kellene ilyen fákját csinálni. Van nekem fákjám egyébként? Azt hiszem, hogy ezt a fegyverek közé szoktam rakni. Nem oda szoktam rakni? Hova szoktam rakni a fákját? Nincs fákjám, bazd. Valahol szokott lenni. De lehet, hogy nincsen. El kellene menni még izé, gyűjteni húst, de ez a bázis, ez nagyon beteg jó. A padlót egyébként leküldhettem volna más színűre, nem? A padló lehetne más színű, várjál már? Nézzük meg, hogy milyen izei vannak. Milyen izé beton van még? Ez lehetett volna más. Hallod, terepszínű rik, azért az is oda verne, nem? Nézzük már meg kint, hogy milyen lenne a terepszínbe. Jaj, ne! Éppen nagyon ráfüggtél, mi? Várj, tetejét! Várjál ma? Ezért? Miért nem? Na. Érdekes, hogy a neked külön kell. De nem bánom miért. Jó. Nem nagyon értem, hogy a rácsnak a belsejét, meg a külsejét miért kell külön önteni. Azt a betyár! Álcahálós cuccos! Nem tetszik gyerekek, mi van még? Ez mi? Ez milyen be? Ez ilyen hófehér, de jó néz ki. És az a baj, már acél, és most az ember az olyan, nem jó szint. Nem jó szájízzel vagyok. Már ezére kellene menni erre a hengerre. Nem jó, mert ezeket a rácsokat, ezeket nem hajlandó festeni egybe. Hát szóz? Ó, dehogy nem. Ja, így már így nagyobb felületeket tudsz. De nagyon csúnya lett a csém. Lemeszelte a keeper az egészet. Nem jó. Izéljünk. Ez egyébként ez a legjobb, eddig ezt tetszik. Úgyhogy lehet, hogy ebből meg fogjuk csinálni. Remélem ilyenkor annyi... és ezen látszik a... ez a jó! Ezen látszik, hogy izé, hogy mennyire van szétverve, mert amúgy meg nem látszik. Ez jó. Jó, mert egy ilyen egész felületet be tudsz burkolni, nem kell külön kattogatnod. Ez tök a halat. Hát szólt. Hát tudom én, egy 3x3-es kockát, vagy mennyit így beburkol. Most gyerekek, ezt be akarom fejezni. Legyen jó, jó kinéző válasz, de itt például miért nem csinálja? Néha. Egyszerűen nem hajlandó rá. Hát ott. Jó, meg vagyunk. Kívül belül. Jó, csak megint nem fogom látni, hogy figyeljetek, úgyis ideig fogunk upgrade-elni, ameddig bírjuk. Úgyhogy nem lesz az a gond, hogy most... Jaj, most ez be... Ó, és ezen nagyon jól látni, nézd oda! Ott van, meg van reperezve. Ugye tök szar volt, hogy nem lehetett normálisan látni, és ez nem tetszett nekem. Na várjál már, csináljunk egy ilyen kiöntéses dolgot. Ezt akkor ezeket a rudazatokat, ezeket még... Jó, majd később kitalál, mondjatok stílusokat, hogy mivel lehetne, meg szerintem nekem is az ember fog jutni előbb-utóbb. Egyébként lehetne festeni egy nagy izét, egy nagy keeper fejet, tudod, van az a izé, az ikonja. Ha megnézed a csatornámnak, azt meg tudnám csinálni. Ott még szar volt, itt még szar, ez a rács ezzel nem nagyon boldogul normálisan. Ja, ez tök jó. Egyébként még régebben mondta Demon Hill, hogy csináld már azt, hogy betonra lefestett, nem annyira zavaró, meg jobban látható minden, és erre gondol. Hát tök látom, hogy izé, na, itt le van rongálódva. A másik betonon nem láttad, hogy hol van lerongálódva. Ez szörnyű volt. Megnézzük, tényleg Pantheon csináltam most meg már, hogy ilyen fehér. Hoppá, itt még vannak vajok. De ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen.
ilyet tudunk csinálni. Na. Úgy. Jó, gyerekek. Frankó, nagyon bejövős. Á, nagyon halál a az is, hallod? Ezzel a betonnal ide lehetne, ide lehetne rakni, mit tudom, nyilakad, vagy bármi. Vagy tudod, ilyen sárga csikod, vagy pirosat, mint a Half-Life-ba, vagy valami. Te. Várj, azt hiszem, hogy van ilyen blokk, hogy ilyen nyilak talán. Várjál már, hadd nézzem meg a keep-ről. Várjál, frame kellene. Nem bírom ki... Várjál, ezt rakjuk ide. Bírom ki, hogy ne dizájnoljuk a bázist. Bocs, gyerekek, lehet, hogy valakit nem annyira érdekel ez a dizájnolás. Itt láttam valahol nyilakat, meg ilyen. Meg ugye itt a betű, bazzer. Itt vannak a nyilak, nézd, és kettő. Kettő blokkos. De durva, csak ez, bazzer, mekkora hely kell neki, öcsém. Ezt nem fogom tudni odarakni. De nagyon jól néz ki. Megpróbáljuk elfordítani? Nem fog elférni. Szerintem. Igen, hát ez... Ja, hát ugye levegőbe tudnám hajtani, meg nem sok értelme van. De várj, nincsen más ilyen érdekes dolog. Exit felirat, vagy valami, az is adnám. Figyelj, ilyen mozgáskörlátozott szar. Tök jó. Ugye ezek idő ilyen utcafestések. Nincsen ilyen nyíl. Ilyen nyíl van, de ez ilyen... Lehetne ilyen nyílat, várjál már. Ilyen exit feliratot kifele, tök jó, akarok csinálni. Ne arra úgy járt, eső, de kell. Ez a visszaforgatás. Ez így a levegőben van, az nem jó. De kár, hogy ez így van. Ó, de kár, hogy ez így van. Miért így van? Rohadt életbe. Na tudod, itt van ez a nyíl, és csak így arra lehet. És olyan másfajta nyíl. Ezeket a nyílakat nem tudom berakni, mert van hatalmasak. Ó, de kár, tök jó lett volna. Na mindegy. Jó, bocsánat, hogy ennyit cseszegelődünk. Oké, van még egy csomó festékem. Egyébként egy kívülre rakhatnék egy ilyen nagy, mit tudom én, zombilent feliratot, vagy valamit. Vagy tényleg mind a keeper jel. És most tök jó ki lehet, és mindent ki tudok festeni, vagy csak amit én csináltam meg. És kacokba az megőrülnek. Na, mit kellene még csinálni? Mondjuk ezzel nem tudok betelni, annyira gyönyörűen a körökben, ne? Egyébként az a piros ez a fehér jó, de lehet, hogy kellene alulra felülre egy ilyen piros csíkot. Az ugye lehet, hogy abban adná. Vagy sárgát, feketét? Az se lenne rossz. Várja, milyen sárga van? Yellow. A sárga is, az is jó, bazze. Az is jó. Mondjuk az oszlopon pont nem látnám akkor, hogy... Ez a rene, ez viszont adja. Alicsukát azért ecsetre van? Jó. Ezt lehet, hogy megcsinálom ezeket az oszlopokat pirossal. Mert azért ez nagyon beteg jól néz ki. Legyen már minden. Piros lenne jó. Ugye piros lenne az egész béz. És mondjuk az egész béz lenne piros. Meg fehér. Olyan az úgy nem olyan rossz, nem? Ez egy ilyen kis high-tech stílusú lenne. Ott. Csöcsve, várja. Csipesz. Ahogy. Csíp, ez nagyon jól működik egyébként a festés, tök jó. Hoppa, elcsesztek a keeper. De jó, mert csipesz. Vagy csipesz. Te bazz! Ja, mert nagyon gyorsan húzom. Ugye időbe telik, amíg kifesti. Jó, mert úgyis a középső oszlopokat ütötték. Úgyhogy ez így jó, csipesz. Oké, itt volt még egy hiba. Aha. Azért nem tudom, ez így jobb, nem? Ez így nagyon high-tech. Tök jó. Ott még végig mehetne. Bocsánat, de nagyon élem.
Bocsánat, de nagyon élem. Ott van egy lyuk, vagy mi van ott? Olyan fura. Nincs lyuk, jár, jó. Itt várj, itt végig küldöm még a pirossal. Alul. Hogy? Nagyon epik. Ó, oh, itt még olyan is hibás. Ott meg fa volt, láttátok, basz? Oké. Okay. Füstögetünk. Várj, itt oldalt is, ugye? Ma füstöt kikipöl. Jó. Hogy? És lehet bazza feliratot írni. Vagy tudok egy nyilat csinálni, vagy akármit. Hogyha egyszer ugye építkezel bármit, akkor... Bazza. Most arra gondoltam egy nagy zét, de azt érthető okokból most nem akarok egy nagy zét csinálni. Várjál már, itt is csináljuk meg, hogy piros legyen itt belül, akkor befordul. Hoppá, mi van? Ja, mert izé, várjál, nem pirosan vagyok. Pillanat. Melyre be akar egyébként? Na. Okay. És akkor így a piros így végig vonul. A bázis. Van a show feltáján. Ah, és meg itt is egy ösztet. Oh, na, egész baba. Ez a piros-fehér design, ez azért nagyon beteg, hallod, ide nem is mernék bemenni. Hogyha júj. Jó, most itt benn is végigvigyem, nem nagyon kellene, nem? Nem nagyon kellene. Nem, ez így jó, ez így jó, egy tök letisztult. Egyébként nagyon-nagyon tetszik, nagyon bírom. Ja, várjál, vár. Igen, majd azt is megcsinálok, de mondjuk azt fel akarom upgrade-elni. Itt jó, eddig tudjuk, hogy itt betonnak külső szekciók a célok, de ugye ezeket mindenképp fel kell még húzni. Szóval egyelőre most akkor ennyit fogok kifesteni, mert nem fogom tudni, hogy hol tartottam. Főleg az olyan részeknél van még mindig fa. Ja. Azt a betyár, hát na lord, nagyon brutálul néz ki, nem? Nekem nagyon bejövős. Rohadt jó. Jó a gyerekek, akkor... El kellene mennem ezt a kincset akkor már kilutolni. Meg nagyon szeretnék valamit csinálni, csak ezen csak egy sima járt nyomok? Igen, ezen csak nem... Ja, ha sima járt nyomsz, akkor változtatod a színét. Nem kell hosszan nyomni se. Tök jó. De jó, és tök nem zavaró, és tök jó világos lett tőle az egész dolog. Rohadt jó. Na, fegyver gyerekek. Azt mondja, hogy AK lőszer, ez... pisztolylőszer, és sörét. Az a sörétet neki kell állnom gyártani. Ennyi sörétem van, ez komoly? Nem csesztem-e valahova? Nem raktam rossz helyre? Hol a szarba tűnt ez sörétem? Nem volt ez mindig ilyen. Na, az egyéb kratba rakjuk ki már a föstéket, mert nem kell. Ezt meg rakjuk ide. Igen. És egy magos ládát kellene csinálni. Várj, azt lehet, hogy meg is kellene csinálnom, és akkor a magokat oda vinni. Jó, mert tényleg itt pakolgatom ide, oda, az nem lesz annak. Jó vége, várjunk. Ó, meg ez is kell. Hol van fanfám? Hol a fa főnek csináljuk egy csomó sült húst. Most egyelőre mást ugye nem nagyon tudok, és hogy bocs érte. De sült húst az viszont rengeteget. Okay. 26 darabot. Jó. Nézzük, magok, vannak még valamilyen magom? Kukorica. Kávémag. Jó, meg van ez igazából nagy. Oda néz, mennyivel jobb a fényhatás. Sokkal világosabb, meg sokkal jobb, minden sokkal jobb. Imádom. Ja, egy ezért kellett csinálni valami chestet. Valami chest-szerűt kellene készíteni. A magoknak. Hát egy sima ládát, azt jó van, nem? Várjál, ne sima ládát, mert a keeper az sima ládát azt nem preferálja. Jó, itt ez megkészült. Kellenének szegek. Mondjuk az legyen egy 20 darab. Meg megnézzük, hogy tudok chestet. Igen, ilyen chest, nem ez kellene? Valami box, vagy valami? Nem? Akkor nézzük meg a...
nézzük meg a házas dolgokat. Na, itt van ez. Aha, itt van ez a kabinet. Csináljunk lehet, hogy akkor ilyet. Ugye? Ezt a storage boxot, ez úgy jó. Erre rá tudom írni, hogy magok. Esetleg. Ja, na oké. Megkészülnek a szegek. Oké, és akkor kettőt csinálok. Mondjuk a külön kaja mag, pia mag. Oké, így lesz. Már mondjuk nem sok értelme van. Mert ugye mind a kettőt tudsz csinálni. Jó, ez is. Oké, egy darabot csinálunk elég bőven. És akkor menjünk, és akkor csinálunk oda. Valahova ki, behelyezzük. És akkor magukat ott fogjuk tárolni, ne itt. Ja, még egy fákját jó lett volna készítenem. Azt elmegyek mindenképpen. Ez is egyébként, az a felső rész, az tök jó lett volna ízéből. Ebből a betonból, nem? Várjál, már hogy csináljuk meg a képet. Az olyan, tök jó színe van. Azt tetszene. Van sima R, ugye? És akkor con. Con. Ez. És akkor kiöntés. Ó, nincs nálam festék. Na mindegy. Szóval ezt a kif... Odra is bazza, mekkora. Yucca plant. Berry plant. Te azt nem mondtad, hogy ez ma meg is nőtt. Nem, ugye? És nem... Várj, nem írja, hogy growing. Egyet megpróbáljunk kiütni. Ha? Később megpróbálom, nem tudom mennyire befolyásolja. De várjál, ne ízed, próbáljuk meg a lyukkát. Lyukka szídet, ó, gyerekek! Ezt már nem tudom szüretelni, bazze. Ez ilyen gyors. Ezt nem is gondoltam volna. A kukorica ugye az most tette ültetve, az még nem. De például, ezek mind. A kávé. A tök. Úristen mennyi, ezek még mindig szídek, ezek is szídek. Úristen mennyi, hallod? Nagyon durva. Ilyet tudok csinálni, tojás kell hozzá. Nagyon király, és mit ad, mennyit ad? Jó, oké, várjál már, álljunk le. És ad magot is, sima magot is. Kukorica még nem nőtt meg. Ebből mit tudok csinálni? Sört tudok csinálni. És hopszídet. Tudjátok mit? A kukorica egyébként az jobban érdekel. Meg a berry. És a berryből tudok már valamit csinálni? Ilyet is lehet csinálni, baza. És meg is van tanulva. Gomba kell hozzá, meg minden. De jó! De mondjuk a komolyabb dolgok azok még mindig le van. Na, ebből mit tudok csinálni? Tudok simán sütni ilyen krumplit. Egy darab kell hozzá csak. Tudok ilyet csinálni, kukorica kell hozzá, zsír, meg hús. Oda nézzél, hallod? És ezeket, figyelj, húst azt tudsz szerezni, a ezeket meg tudod termelni. Hallod, ez nagyon jó, és ez nagyon jó kaja. Várj, és ehhez mi kell? Ez gomba is kell már. Nagyon tuti. Akkor ezért kellene leginkább krumplit, meg kukorica. A krumpli, meg kukorica kéne, hogy menjen jobban. Akkor receptek, csináljunk ebből mindből magot. Egy darab magot tudok csak csinálni. De azt hiszem, hogy volt még krumpli ott lent, de nem... Várj, egy darab krumpli... Egy darab krumpli? Nem sok krumpli, várjál. Egy darab krumpli, az nem sok krumpli, gyerekek. Kár volt a húsokat, hogy eljátszanom, bazze. Neki tudok állni normális akarát csinálni, jó lenne. Ja. De miért csak ennyi krumpli jön vissza? Itt azért neki kell állni komolyan. A krumpli szedés, ne? Itt van három krumpli még. Jó, akkor tudok még krumpli magot csinálni, ugye? Igen. Tudok még, akkor kettő krumpli magom van. De nem kettő krumpli magomról indultam, gyerekek. Ebből mennyi ízője lesz? Mennyi mag lesz? Ebből megint egy darab tököt tudok csinálni csak. Tök magot. Érted? Ez most ez nekem nagy üzlet? Ha? Ó, Sanyika, ne rángass! Sanyika, nem! Ez nem valami nagy üzlet, nem? Legalábbis most én látom rosszul, mert... Valahogy nem nagyon jön vissza az, amit én belefektetek. Ugye, erre van valami skill? Lehet, hogy van valami skill? De nem, hát megtanultam.
De nem, van egy skill, amit nem tanultam meg. Ugye még van, ennek följebb tudom vinni. Hol volt? Igen, ez. Triple Harvest. Triplát tudok beveszedni, de ugye ez, ehhez ötös szintű kell, hogy ez legyen. Hát muszáj akkor rápakolnom, gyerekek. Mit ad egyébként? Itt csodni is ad, úgyhogy az jó. Jó, ötös, és akkor most már farmerre. Baza, ez a farmer skill, ez kell különben, nagyon nem üzlet, ahogy észrevettem. Aha, ez így most gyakorlatilag majd, hogy nem, izébe vagyok. Vesztésre állunk, gyerekek. És nem volt ez nagy üzlet. De jó, mert igazából rá kell jönni. Bocsánat, hogyha valaki arra gondolt, hogy ide hülye vagy keeper. Nagyon jogosan tette, hogyha erre gondolt. Itt még mindig az a baj, hogy 5 kell hozzá, de előleg háromszorosát fogom kiszedni belőle, akkor az már úgy nem lesz rossz. Ja, megcsinálom a lyukát is, mert igazából a helyem most van. Nyitjuk a berrit. De viszont mindenképp ott a krumplira és a kukoricára, erre kettőre kell majd nagyon rámennem. Van még magom? Azt hiszem, hogy már nincs, ugye? Viszont az alapanyagokat, ja a ládát, megcsináljuk az alapanyagos ládát. Ma ilyen kertészkedés, meg ilyen mindenféle ilyen rész van. Ja, és van 11 kávé receptek. Ugye megint 2 kávét tudok csak elültetni, na ez a probléma ezzel, ugye? Hogy igazából egy pluszba lettem, ha belegondoltok. Még nem valami sok. Úgyhogy akkor na, készítsük el a ládikót. Arra gondoltam, hogy innen kiveszek egy blokkot. Elkészítettem ugye a ládát. És akkor ide, és akkor rá is írjuk, hogy magok. Magok. És akkor ide be tudom pakolni, tudod. Ja, még itt van lyuk a szídemben. Mert ugye az is alapban jött. Jó, magok. Gyerekek. Igaz, hogy nem csak magok, alapanyagok, de egyelőre ugye fel kellene termelnem a magkészletet. Na, igazából... Várjál. Volt egy szíd, ugye? Azt a lyukát ültessük el, mert ha már egyszer van helyünk, akkor menjenek. Akkor ide kell, most kell szereznem, ugye? Amint láttuk, hol vannak a kaják? Nem itt vannak? Várjál, hadd vegyem elő a krumplit még egyszer, meg akarom nézni, hogy milyen nagy volt ez. Receptek, és akkor ezt tudnám, melyiket tudnám csinálni? Ezt tudnám csinálni, nem nehéz. Krumpli meg kell hozzá, meg kukorica. Krumpli és kukorica, és abból tudok ilyet csinálni, és azt szerintem tök jó kaja. És hogyha erre állok rá eleged, akkor az így szuper jó az. Egyébként milyen világos van, nézd oda. Ja, nincs nálam izé, mi az, várjál, magot belerakjuk. Viszont 6 darabot még. Oké, gyerekek, szuper. Menjünk. Elmegyünk a kincsért, hogy valamit haladjunk is. Kár volt megsütni ezt a sok húsit. Egyébként ezen az animal trackerre is lehet, hogy érdemes lenne rakni, mert akkor látod, hogy hol vannak az animalek? Animalek? Animal cannibals? Oké, gyerekek. Iron Crossbow-nek meg átállítottam, hogy ne oda legyen, de hülye voltam. Ja, és ez mi van, bazzik, szkópok. Ja, meg a szkópokat le kellene gyártani, úristen. A scope, több scope-ot kellene gyártani. Nem, mert megőrülsz, keeper, bazeg. Az a baj, annyi mindent kell csinálni, de viszont legalább lett kajám. Jó. Ezt ne is égjel. Itt pont lejárt volna. Pakoljuk be kaja ügybe. És a konzerveket meghagyom, mert ma írtátok, hogy később kelleni fog konzerv... ugye? Oké. Nézzük meg. Mi kellett hozzá? Ez kellett hozzá. A szerves craftból is kellett valami hozzá. Mi kell a scope-hoz? Akkor több dolgokra is tudnék rakni. Üvegcserép, forget iron, és ez a műanyag. Műanyag? Van a műanyag? Iron. Ez az. Oké. Mi kell még? Glue kell.
Ezt készítettem, nem? Van 31. Jó, és akkor meg tudom csinálni a szkópokat. Tudok csinálni, miért csak egy... Mi bazár? Törött üvegkel. A törött üveget azt mondja, hogy mindjárt majd alkot a Keeper. Ja. Oké, okay. És akkor elvileg most 2 scope kijön, ugye? Jó, 2 scope, 2 percig tart. Addig el fogok menni. A motort itt hagyom, nem? Mondjuk a motort, nem tudom, hogy mennyire jó itt hagyni, nem tud elbugolni. Nézzük meg itt, mi történik. Jó, itt még mindig sül ez. Itt mi történik? Rakjuk be a cementet. Ez ilyen tökölős rész, gyerekek, bocsánat, kérek érte. Esküszöm, hogy... Steel? Mi a baj a steel-lel? Ironom nincs. Ja, majd előbb-utóbb kell szereznünk iron. Jó, gyerekek, elmegyünk és gyalogszerrel fogok menni, mert szeretnék vadászni, és szeretnék ugye... Oda nézd, milyen jól néz ki ez az egész. Az, ez parom jó. Ez valahogy nagyon jól siker. Ah! Imádom! Ja, gyerekek, és tudjátok, mit lenne még jó leszedni? A zombi medvét. Lehet, hogy rá kéne menni a zombi medvét vadászatra, és ezt nem hülyeségből mondom. Mert a zombi medvéből nagyon sok, hol a késem? Nálam van a késem. A zombi medvéből nagyon sok rothadt hús jön ki, és rothadt hús az nagyon sok kellene, akkor tudnék csinálni még ilyen növényi termesztős dolgot, és nekem nagyon sok kell, és lehet, hogy még fogjuk bővíteni a bázisunkat is. Meg tudjátok, mi lenne jó? Gombát szedni. Ugye? Volt itt, csináltam egy küldetést, ahol izébe zavart el gyerekek. Nem emlékeztek, hol volt? Szerintem ez volt. Ez volt. És ott volt... Oda elmegyük. Ott volt gombafarm. Emlékeztek rá? Akkor zombi medve most, fogadjuk, nem fog egy se jönni, zombi medvére fogunk varázni, elmegyünk a kincsért. És... szedünk gombát. Úgyhogy... és meg fogjuk csinálni a gombi farmunkat is. Úgyhogy ezek mennek meg a bárány felé, meg közben nézzünk izéket. Burnesteket. Zombi. Figyeljetek, egy darab zombi medvét nem fogunk találni, ebben már most biztos vagyok. Amikor a Keeper vadászni akar rá, akkor tudja, hogy nincsen. Kipróbáljuk a szkópot, de né? Azért ott van a toppon, nem? Hallod, ez a szkóp, ez brutál, jó, imádom. Ja, és egy nagyon-nagyon nagy tervem van. Úgyhogy az valószínűleg vagy a következő utáni részre. Tényleg egy epic nagy tervem van, egy nagyon-nagyon nehéz dolgot próbálok megvalósítani. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, lehet, hogy sem ennyire. Egyébként miért nem ezzel megyek, és akkor tudnék szkópolni például. De mondjuk a látótávolság attól nem fog nőni, hanem ugyanazt látom, csak közelebbről, ugye? Az mi az a piros? Mondjuk, hogy így azért lehet, hogy nézelődni, tök jó. És figyelj, nincs egy bűnös zombi medve, mi? Ez a durva. Ez ilyen Murphy törvénye, tudjátok. Egyébként pont most néztem egy ilyen, jó ideje nézegetek egy ilyen kozmológia, atomfizika és csillagászat ELTE sorozatot. Atomcsill, mindenkinek ajánlom, akinek, aki érdeklődik a tudományok iránt. Főleg így a... hallod, ez nekem annyira kellett, a 8-szoros szkóppal el sem tudom képzelni, mit lehet művelni. A szemét kilőm a meccsé majd az ellenfeleknek. Ez nagyon adja, nem? Zombi medve, azt felejtsd el, hogy van. Madárka, az is jó lenne. Nem ártam leszedni. Sörétre, viszont, gyerekek. Meg a sörétre rá kellene állnunk, mert az rengeteg elfogyott. Szerintem zombi medvéből kijön egy 30 darab ilyen romlott hús. De tök durva, hogy már legelején mondtátok, hogy ne dobáljon már a romlott hús, mert nagyon-nagyon hasznos dolog. Hát a Keeper baromira nem hitt nektek, mi? Hogy utálhattátok? Ja, nem nagyon ettem tele magam, úgyhogy lehet, hogy... mindjárt érni fogunk.
És még így is elvéti. Jó, mozgó célpont. Ja. Olyan kis keménynek érzem már magam, azt közben meg majd bedarálnak. Ami hamar meg lehet varni ebben a játékban. A tojásokat nem tudom máshonnan nem lehet szedni, mert nincs az, hogy mit tudom én a valahogy termeszteni állatot, vagy nem tudom, mert tökélném. Viszont ez a scope dolog, ez nagyon op. És egy darab zombi, mert még eddig nem jött szembe, persze. Ó, te fiú! Te belsebeli Afrika. Motorra kellett volna jönni, gyerekek, aztán itt bőgetni, mi? Bőgetni a motort. Na, meg is érkeztünk. Figyelj, néni meg. El van anyátlanodva. Az ilyen hullákból jön, ilyen rothatús, de például az izéből nem ilyen, hogy hát, amit te ölsz meg. Ez egy kicsit érdekes dolog. Meg is érkeztünk. Na jó. Itt még egy vadász szerintem száldogál, azt le kéne szedni. Tök hallottam, hogy itt... Aha. Arra se gondoltam volna, hogy várom a madarat, hogy jöjjön. Erre meg mit öltél is ráncot, mi? Ezt az egészet be kellene ültetnem, azt akkor folyamatosan tényleg lenne kajám. Na gyerekek, adjál neki sagyit. Érdemes megbontani egyébként a legfelső szintet, ahogy észrevettem ilyenkor. Mert ugye, ahogy szűkül a kör, akkor legalább nem tud elcseszni. Ó, megint szintet léptem, gyerekek. Tehát mondjuk szűkül a kör, akkor megyünk erre egy kicsit. Szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk, hülye volt a keeper, hogy nem evett, nem igott. Mi? Ugye eljött otthonról. Gondolom, szittok, mint az őrültek. Lehet, hogy lesz folya itt, mi? Murky Waterre ezt össze keverjem, mert akkor nagyon rá fogunk cseszni. Na például itt szűkül, most már tudok lejjebb menni. Nehogy meglepje meg. Pisztolyjal érdemes, ez tök jó. Pisztolyjal jól le lehet lőni eleket. Jók vagyunk, de jók vagyunk. Egyébként tök jó vagyunk. Egyre jobban élvezem ezt a játékot. Esküszöm. Ja, itt meg már ide lesz, tudod. Kicsit itt még ki csákányolom. Úgy, né. Már is jó helyen vagyunk. Oké, okay, lássuk. Itt úgy működik ugye, hogy először van ez a törmelék, utána van a föld. Na de jó. De jó. És már beállások alá. Ajaj. Itt kell lennie. Nagyon itt kell lennie. Hol vagy? Nem a! Hol épp? Hol van? A végén fognak jönni a zombik. Ezt nem értem egyébként, hogy... Vagy csak küldetésnél van ez a kincs kiásás, a zombi? Ja, csak küldetésnél, ugye vagyok. Mindjárt kikapjuk. Hát, ha valami szuper dolgot kapunk. Ugye,
bízok benne, hogy mivel ez egy elég veszélyes környék, itt talán jobb a kincsnek a tartalma. De egyébként annyi sok mindent fejlődtünk. Ez is például, hogy júj és izé kellene. Lehet, hogy meg kellene néznem, hogy valami heavy armor tudnék-e készíteni. Hát... eladható dolog. Nem, hát shotgun lőszer. Vagy az AK lőszer, ami nekem annyira így... most azt mondom, szuper. Többi meg eladható, az még úgy... jó, srácok, akkor ez így van. Akkor megyünk gombázni, jó? Egyébként nem volt rossz, természetesen örülök neki. De semmi olyan nagyon kirívó, ami azt mondom, hogy mondjuk egy 8-szoros scope vagy valami. Elmegyünk gombázni, gyerekek. Meg zombi medvézni, ugye. Hoppá! Hát bazze, 44-es Magnum Dick az. 69-et sebez. 43-at sebez. Oda néző öcsi. Csak 6 van a tárba. Effective range 28. Effective range 16. Azért ez biztos adja, csak a pont nem hoztam hozzá lőszert. Ugye? Ja, nem hoztam hozzá lőszert, gyerekek. De kár, várj, ezt kettelem, mert most már nem kell. Ez menjen ki, 7 darab nitrét menjen ki. Jó. Ezeket utálom. De legalább lesz rohadt hús. Ettől a kutya hörgéstől összefosom magam mindig, gyerekek. Nem gondoltam volna, hogy egyszer még rohadt húsra vadászunk. Azért majdnem akartam nyomni egy mentést. Egyébként ez a kutya, ez nagyon halál. Szóljatok, ha madarat láttok. Madarat lehet velem fogadni. Jaj, Isten. Para. És egy darab zombi medve. Én arra akarok vadászni, egy darab. Ez mi volt? Ez a szobában volt itt? Sanyi! Mit csinálsz? Vagy éppen a játékban valami zörgött. Itt ilyen alapból ilyen sikító, meg ilyen hörgő hangok vannak mindig. Ugye itt volt elvileg erre. Azért megyek lassabb, mert ugye madarakat meg mindent akarok még emelni, mert miért ne? Egy ilyen gombás barlang. Volt gomba. Azt gondoltam, azt felderítjük, meg közben zombi medvéket ölünk. Amikor egy darab bűnös zombi medve nincs, ugye? Ebből se jön? Egyik fajta zombiból se jön? Hoppá, gyerekek, na. Készüljetek arra, kéri rá. Azért ilyenkor még mindig beszarok, hallod? Esküszöm. Esküszöm, ilyenkor még mindig összeszarom magam. Igaz, hogy nagyjából tudom, hogy meg tudom ölni, de azért hatalmasokat tud ez oda csapni. Ó, bassz. 50-et adott, hallod? Azért ez marhára megéri. Miért nem tudom használni, gyerekek?
Vagy szarad a gerem, vagy miért franc? Na. Azért váltottam sörétre, mondom, hogyha ez kifogy. Ez egy jó, ez szerintem az a taktika, hogy ugye ezzel megküldöm, ugye egy négyszeres dimis belenyomok. Mert ugye lekuporodva lövöm meg. Utána megsorozom, és utána meg söréttel még adok. Tárazni nem érdemes. Mert az tud fájdalmas lenni, hogyha elkezdesz tárazgatni te. Ez megint annyira imádom ezt hallod. Az ilyen lootot. Egy darab ilyen szar volt. Nem vagyunk barlangászunk egyet, gombázunk. Öcsém. Kapás, lövés. Jó. 670 méter, még bizok benne, hogy zombi medvét találunk, és akkor rengeteget tudok majd farmolni, úgymond. Kicsit bátor vagyok, mondjuk. Tényleg. Jó, a tojás is jó. És tényleg most már, hogyha lesz húsom is, akkor is a normálisabb kajákra fog rávenni. Ez meg free XP gyerek, úgyhogy azért öldösöm őket. Á, pont megállt, láttátok? Akkor oda ezek körbe, nehogy az legyen, hogy valaki meghallotta, és akkor rám támad. De egyébként egész jó megy, szeretem ezt a játékot, és szeretem, hogy a kihívás tök szépen épül fel, jó a balansz. Tök jó a balansz, hogy mindig úgy vagy, hogy azért kezded érezni, hogy erősebb vagy, viszont mindig, soha nem érzed magad 100% biztonságban. Mindig ott van benned a parafaktor, amikor egy ilyen kutyát meghallasz, akkor összefosod magad, meg hogyha egy zombi medvét meglátsz, akkor meg még jobban. Egy engine. Itt valamit lelőttem, ugye? Ó, nagyon sok időt tudok csinálni, nagyon sok termőföldet. Valószínűleg, hogy ugye még úgy is fogjuk növelni, hogy hogy felszerünk az útból. A felesleges utakat tartanom, azt hittem le lehet taposni, nem tudom miért hittem azt, hogy ilyen Minecraftos beidegződés lehet szerintem. Jó, majdnem azt mondtam, mindjárt ott vagyunk, de azért meg nem. Kocsikat utalom, mert néha azért vannak benne jó dolgok. Meg bízok benne, egy 4-es acél csákány, ezt úgy szkrepteljük le, mint a szart. Ezt az üveget kidobom, meg tényleg megnézzük, hogy nincs-e olyan, amit annyira nem kell. Ezt a murky water-t se kell, ezt meg megiszom, meg az üveget is kidobom. Majd mindjárt. Nézzük. A krumplit mi a szarnak hagytam nálam? Egyébként? Valakinek ötlete? Meg egy darab gyapotot nagyon muszáj volt felvennem, mi? Most például, ez is scrap. Ugye ez tök jó alkotó elemek lesznek majd. Itt van egy ilyen ideje, itt van egy ilyen bázis. De ezt meg lesz szívesebben most végig szétdarálnám, kilutolnám. Lehet, hogy megcsináljuk? Kitől nem bír magával megint. Hol lehet ebbe a főút? Figyeljetek, bemehetnék azt rámenni csak a főútra. Így okosba. Nem? Ha már egyszer. Annyira nem lehet nehéz szerintem. Ezt ne felejtsd el, hogy ezeket lehet lootolni. Ó, öcsém. Na. Már megint az sok szar. A motor károly nem hoztam, mert mi most már szittok, figyelj. Szerintem annyira nem kell a homok. Pénz jöhet, ez jöhet.
Ez a varó készlet, öcsém. Jó, ér bazza izét, nem, rohadjon ott, ér hatot. Emlékeztek, hogy féltem? Itt egyszer kincset kerestük még a legelején, talán a hatodik vagy hányadik napon. Azt annyira fosott a Keeper, hogy nem mertem bejönni ide. Emlékeztek? Tehát durva volt. És azért nincs kilutolva, mert ide nem jöttem be. Ez megint ugye eladásra 160-t érne, és ezt annyira rüljön le egyébként, hogy áh, ezt nézve megint mi van. Aj, megint mi van, megint mi van, megint Animal Fat, meg minden kellene, de... Jó, most már megint úgy fogtok utálni. Ha miért jövök be lutolni? Full on, mi? Ezt is gondolhatjátok. Hát, hogyha valami nagyon jó cuccot kapok, érted? Hát nem az ilyen noob lootokra vagyok ráállva, leginkább, hanem a epic jó lootokra. De itt egyébként mi, hol lehet a loot? Egyáltalán van. Ebben nagy barom nagy hangárban úgy látom, hogy abszolút nincs. Felmegyünk a leveletre. Tehát az mindig jó szokott lenni. Hopp, ez mi? Ez a hang mi? Van egy speckó, nem zombi hang. Eskü, van valami hülye hang. Ez bazd. Aha! De mi itt a super loot? Mert eddig meg nem látok semmit. Hoppa, itt lehet venni dolgokat, Dick. Hát ez nagyon komoly. Amiket nem fogok venni. Ezt tényleg azt nem értem, hogy mi a szuper jó út. Hogy lehet itt megszerezni. Gyerekek! Ah! Megvan! Lesz bele a csávó sorokba, azt hittem. Na! Egy fegyveres szekrény. Szerintem ez itt... Ezt nevezik fél útnak itt? Még egy kicsit körülnézünk, de szerintem itt nem sok minden lesz. Érdekes, hogy nincsenek erre egyben ilyen dobozok, tudod. Na megnézzük ebben mi lesz, fogadjuk tele ezt fegyvele alkott része, meg ilyen hülyeségekkel. Amivel megint nem megyünk semmire. De... Jó, gyűjtögetünk, előbb-utóbb sok jó lesz. Na! Ugrik a majom a vízbe! Kettő darab dinamit. Annyibe kerül? 40-ben bazza. Ez meg 100-ba kerül. Ó, oh, te fiú. És már megint. Nem tudom, miért csinálom ezt, hogy... lutolunk mind az őrültek. Sőt, lehet, hogy azt is kellene csinálnom, hogy hazamegyek. Ha nem is menni tovább. Ja, hát itt nem nagyon látom, hogy itt olyan hatalmas nagy lootok lennének. Talán olyanokat szoktam felszedni, ugye, amelyik már amúgy is van nekünk. Jó, gyerekek! Bazd meg merve. Ó, te fiú! Hogy éreztem? Hogy hallottam, hogy medve? A rohadt életbe, gyerekek. Lehet, hogy haza is kellene mászorognom különben. Hoppá, valamit nem tudtunk felszedni, lehet, hogy fullom volt már. Itt nem szeret fel. Ó, bazzag, nem szedte fel a izét. 800 megy. Megyünk haza, gyerekek, ennek nincs semmi értelme, elveszítjük az összes izénket, cuccainkat. Megyünk haza.
Meg amúgy is egy kicsit veszélyes kezd lenni a helyzet, én úgy érzem. Menjünk a francba oda, nem vagyunk messze egyébként otthonról, esetleg, hogyha találunk még zombi medvét, akkor azt kiírjuk. Nézzük, mennyi? 125 meg 4, nagyon sok izénk lett. Nagyon sok romlott húsunk, aminek baromra örülünk. Jaj, 3 darab toll. Ja, itt vagyunk mindjárt ott hazaérünk. Na! Jó, megöltünk egy-két zombi mervét, ami sose rossz. Viszont ezeket tárazzuk be mindenképpen. Sneak damage. Nagyon keves lootot dobnak egyébként az ellenfelek. Az egy kicsit elszomorít néha. Azt hiszem, zombi merve esetleg nincsen még, azt akkor azt megoldjuk. De egyébként ma is én úgy gondolom, hogy jól haltunk, annak ellenére, hogy talán picit úgy tűnik, mintha nem olyan sok mindent csináltunk volna. Rengeteg farm potot tudok csinálni megint. Meg még ráadásul kifestettük a bázisunkat is. Meg hát gyűjtögetjük a jó dolgokat. Meg 2 darab szkópom megint lesz, ezt megint ugye fel tudom rakni a fegyveremre, úgyhogy nagyon szuper minden. Ja, itt ebből is tudok rothadt húst. Az ilyenekből ne felejtsük el, hogy mondjuk a 3 litrit az annyira kell, és pont rothadt húst nem adott. Oda nézd, de jól nézünk ki, bazen. Brutál a válasz, nagyon tetszik. Jó, meg is éreztünk úgyis. Azt a, hogy néz ki az a bázis, tök full high-tech, nem? Ez nagyon jó. Na! Gyerkőcök ima az urba, milyen helyzet folyik itt? Cement az... Adjuk neki, gyerekek, ne szórakozzatok! Itt mi történik? Ja, itt nincs is benne semmi, úgyhogy nem is tudom, hogy miért ég egyáltalán. Jó! Viszont a szkópok azok biztos meglettek. A gyerekek, hogy kicsit össze kellene szedni a dolgokat. Például a fegyver dolgokat szórjuk ki. Pedig azt csinálom, hogy ki kell rakni az összes. Ja, van egy ilyen 4-es sörétesem, ami nem jobb, mint az enyém, úgyhogy ez viszont ez scrapelésre megy, mert lehet, hogy nem kell volna. Hoppa, lehet, hogy késő volt. Lehet, hogy jó árat adtak volna, érted? De már egyébként ez a 4 fegyver alkatrész, lehet, hogy a fegyver alkatrész jobb árba. Egyébként ezeket a fegyver alkatrészeket átnézhetném, hogy mennyi, vagy nem tudnám eladni, mert jó lenne. Na, várj, a fegyverbe berakjuk ezt. Meg mit akartam csinálni? Ja, ezeket meg kellene csinálni, eladható dolgok itt vannak, eladó cuccok itt vannak, meg lehet, hogy ezt is érdemes ide raknom, mert hogyha egyszer nem kell, akkor minek hordom magammal. Ja, ezeket kellene készítenem. Gyere ki. Itt van még egy ilyen húsi. Ezt a farm dolgot, és mindig elfelejtem, hogy mi kell hozzá, bocsánat érte. Nitrit és clay és va. Na, akkor nitrit. Sok nitrit, sok clay. És fa. És akkor tudok csinálni ebből. Bakker! 30 darabot, gyerekek! Mekkora királyok vagyunk, el ne se hiszitek. Na, kaja alapanyag. Oké, a krumplit azt át fogom vinni oda, meg a kukoricát is. 4 gombám van sajnos, csak oda nem jutottunk el, akkor ezek maradjanak itt. Meg még ráadásul, amit kellene csinálni, hát igen, hát kellene megint pakolni a dolgokat, mert megint tele vagyunk szarral. Jó, kaja alapanyagban sok mindent most nem sikerült besúvasztani, viszont kellene ennem, mert egyébként van egy csomó. És egyelőre most azt fogjuk csinálni, megesszük ezeket a húsokat, és semmi mást utána nem fogunk enni, csak jó kaját. Jó kaját. Kíváncsi vagyok, hogyha... a kukorica lehet, hogy már meg is érett. Kíváncsi vagyok, hogy fogjuk lehárvesztelni. Eladható cuccokba mehet ez. Ez is eladható cuccnak minősülő tárgy lesz. Nézzük, amik nálunk maradnak, azokat jó lenne mindig külön rakni, mert megvadulok egyébként ettől. A stone-ba mehet ez, a vasba, oda nézd mennyi a célunk van, figyeld már, 1000 valamennyi. Azzal 100 darab valamit tudsz felupgrade-elni. Megint. Szerves craft, hol van? Igen. Rész. Ja, egész jó utoltunk egyébként, van fegyvermodifikációnk. Megvan. Meg hát fegyvermodifikáció, a legfontosabb fegyvermodifikáció, azt tudjátok, hogy hol van. Hát ott van nekünk be. Okay. Megint lepakolok, ami nem kell. Úgy. Egyéb craft. Úgy. Ez is ide megy. Fegyveralkatrész. Egyébként a fegyverben
kellene raknom a puskaport, nem tudom miért nem oda rakom. Ez még itt készül ezerrel. Jó. Egyéb crafthoz kell még ez. Az állandó pakolgatás egyébként az egy őrítő. Ez. És akkor egyéb crafthoz kell erre még ez is, meg a vas. Az meg a vaska. Lassan azért gyűlik vas, mert azért néha beleütök olyan dolgokba, amik ugye készülnek. Na ott a scope-ok, ezeket meg kellene próbálnom, hogy mire tudom felrakni. Ja, meg ugye akkor nézzük már meg a fegyver dolgoknál, hogy ugye mit szereztünk? Szereztünk egy ilyet. Lehet, hogy jó. 69-et sövet. A pisztolyom az viszont 46 is. Sokkal többet lövök vele. Úgyhogy lehet, hogy ezt egyelőre még hanyagolni fogom, bár lehet, hogy azt mondjátok, hogy jó ilyen vagy. De lehet, hogy hanyagolni fogom egyelőre, lehet, hogy marad a pisztoly. Más meg ugye nagyon nem találtunk. Jó. Szóval akkor visszaszedhetném azokat a lőszereket, amit használok így általában. Ugye három fajtát használok. Azért sem akarok még egy fegyvert, mert már megint másik fajta vizét fogok akkor... megint másik fajta fegyvert fogok használni. Amire kellene rakni, várjál, nézzük meg ezt. De ezen mi van? Ezen csak egy ilyen van. Rakunk erre egy szkóp. Sikerült már igazán. Mogi? Jaj, nem tudok rég egyet rakni rá, ez csak egyet bírok rakni rá. És a damage-et húznám le. Mennyire húznál le a damage-et? 37-re, az azért elég sok. Ude, ez nem örülök neki, várj, erre tudok rakni egyébként? Erre is, a pisztolyra tudok ide egy scope-ot rakni. Hát, ja, bocs, de nem fogok arra rakni akkor. A sörétesre meg hadd ne rakjunk, nem? Hát annak mi értelme van? Meg hát sörétesre nem is lehet. Jó, akkor van egy scope-unk. Csanyika! Mit csinálsz? Úristen, ne tépsz szét a izét, papírtörlőket. Jó, akkor van egy scope-unk. Mondjuk az modifikációhoz megy, fegyver modifikációhoz. Megnézzük akkor, hogy mi történik. Van egy pifatunk is. Sok minden cuccunk van. Ja, jó dolgaink vannak. Ja, tudtam rakni akkor a pisztolyrát. Az érdekes, hogy a és azon látszik. És azon miért nem látszik? Vagy én vagyok vak? Vagy lehet, hogy itt a végében van, igen. A pisztolyon meg ugye látszik. De ez nagyon jó. Hát miért a pisztolyon is nem baj, hogyha van. Elfér. Sanyika, ne csináld! Úristen, széttépte a vizet papírtörlővel. Akkor menjünk, és megcsináljuk a farm. Mi mindig 16 készül, és 14-et elkészítettük. Gyerekek, nagyon-nagyon durván nyomjuk egyébként ezt. Nagyon-nagyon durván. Nagyon sok izé. Lyukkát is el kellene kezdenem lyukka juice csinálni, és akkor ugye nem sima vizet innék, hanem lyukka juice-t, amit... Ó, megnőtt a kukorica. Nem, growing van. Kukorica growing. Na, akkor itt ezt viszont ki kell szedni. És akkor ide most már rakhatom ezeket a farm dobozokat. Ja, nagyon adja a gyerekek, nagyon adja. És akkor mehet tovább, ugye? Még 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ezt a sort így végig is szedhetem, mert... Azaz. Meg ugye még készül. Csak most már nem lesz bele mit ültetni. Miért szart csináltam? Ja, ütöttem egy nagyot. Nem lesz bele mit ültetni. Mert itt meg egyébként még készül 12, úgyhogy még lesz belőle bőven. Nézzük a magokat, hogy mi a szituáció, mit tudunk ültetni. Van egy lyukka magom. Tök mag nincsen, nincs semmi egyébként. Semmi más. Ja, a gombáért mentünk ugye, ami nem lett. Jó, a lyukkát tudunk ültetni. Mindenképp a lyukkát is fogok nyomni. Kíváncsi vagyok, hogyha születenünk, ugye háromszoros születet tudunk csinálni. Vagy háromszor annyit születenünk. Ez még mindig growing, dekár. Ez is growing, minden growing. Valószínűleg ugyanolyan gyorsan nő minden. Lehet, hogy az lett volna jó, hogyha mindent egyszerre ültetek el, megvárom, és akkor mindent egyszerre szedek le. Jó, gyerekek, tök jó. Meg majd külön csináljuk természetesen kukorica, lehet, hogy az lesz, hogy mindent megvárom. Jó, és akkor magok. Tudom, hogy nem magok, de ezekből ugye magot lehet csinálni, csak öt kell hozzá. Oké, meg akkor ez kerüljön bele ez is, a kukorica. Jó, egyelőre úgyis most ezért fogunk enni. Mi az? Úgyis a maradék húst meg fogjuk ajánlni.
Szuper, gyerekek, nagyon-nagyon jó. Várja, az ecsetem az itt van. Egyébként újabban az ecsetet is fogom magammal hordani. Lehet, hogy lefestem betonra ezt az egész belső részt. Ez a beton, lehet, hogy a gombanevelőt meg tudnám csinálni. Ajajaj, nagyon sok dolgot tudnék csinálni. Gombanevelő is kellene, minden kellene, gyerekek. Hol a festékem? Az egyik kraftban? Egyéb kraft? Ennyi festékem van? Mi a szar? Vagy, már van itt? 800 van. Egyébként zaválja rendesen, nem? Zaválja rendesen. Na várjál már. Addig fessük ki azt az helyiséget, mert hülyen néz ki. Az úgyis olyan marad, mert annak védelmi célja nincsen. Úgyhogy a tetejét mindenképpen kifestem. Úr, ez vörös vagyok, le kellene borotfánkodni a képernyőt. Ó, nem így. Öntés. Azaz. Na, így világosabb, nem? Tök jó. Ú, nagyon jól néz ki. Tetszik, gyerekek. Csináltuk egy föld alatti izét? Föld alatti helyiséget, amiben növeljük a virágokat. Ennél jobbat nem is tudnánk kitalálni már. Mennyi kell még? Még egy percig tart, amíg megcsinálja. És akkor a másik oldalt is fel tudom is nyomni. Ú, ez nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon, annyira óra vagyok ezért az egészért most. Jó, hogy nem kell víz, mint a Minecraftban. És a gomba reveldét, azt meg ott fogom csinálni. Lehet, hogy búrra elkezdenek. Bazze! Nem hiszed el. Lehet, hogy ezt nem kell most itt elkezdenem. Na mindegy, ideig gomba reveldét akarok, de hát először gombát is kellene szerezni. Meg growing, és meg akarom, már akarok születelni. Jaj, de jó lenne. Ide viszont fáklyákat kellene csinálnom. Meg zsírt is kellene, hogy gyűjtenem. Nem lehet állatokat tartani? Az is tök tetszene. Nem tudom, itt tojást tyúk, vagy nem tudom mi. Honnan lehet tojást szerezni? Mert ugye az is tök jó lenne, hogy sok tojása lenne az embernek. Ja, várjál már. Van 114, van fa, és akkor torcsot kellene. Mi kell hozzá még? Ja, ez kell klot is, morre, mindig elfelejtem, hogy újabban kell. Régen, nagyon régen szerintem nem kellett meg egy időben, ugye ízéből lehetett csinálni, azt hiszem, a szénből. Csináljunk egy, mondjuk egy 10 darabot, aztán majd akkor mit tudom, hogy lesz belőle még valami csoda. Oké, ezt visszarakjuk. Szerves kraftnál van a rongy, nem tudom, hogy miért a szerves kraftnál van a rongyom. Ja, de egyébként igen, már készíti? Ja. Meg a négy virágládát lerakhatom akkor. Á, nem bírom ki, annyira várom egyébként, hogy legyen már, nőjön meg a kert. Ezt is ki kellene ásni, azt megcsinálni normális falakkal. Érted, de tudod, hogy mi a gond? Az, hogy nincs idő semmire. Még mindig growing, aj, de jó, hogy volna megnőd volna. Ja, ezt ki akarom világítani egy kicsit, hogy legyen akkor már valami fény. De még van négy, ezt lerakjuk, és akkor egyelőre szerintem egyébként egész boba is egész elég, mivel ugye, hogyha... Cseszhetem, hogyha van még több is, mert... Várjál már, oda nézz, ide, és ide, ugye ez csak nem a nevelés miatt kell, hanem amiatt, hogyha ide bejövök. Mit tudom én, akkor itt, hú, te hallod, ez annyira tetszik. Ő de sokáig tart a vízépeftalás. Ez nem középen lett. Ne! Oh shit! Vigyázni kell! Nem a rotation kopizzuk, hanem magát a blokkot. És... Klikkeljük. És... Csak ecset. Elcsöszt a keeper, elment egy fákja a levesbe. De már van kettő, úgyhogy jó. Itt van, a középen van? Ja, nem pont ugyanúgy van. Ja, az előbb volt jó, várjál. A torcsot vegyük fel, ide rakjuk. Meg akkor rakok ide is kettőt szerintem. Oké? Na, így már mindjárt barátok, ki van kapcsolva? Bazd, annyira jól néz ki! Ki van kapcsolva a lámpám, figyeld! És bejössz, és tök jó, ilyen be van világítva. Bazd, de jól néz ki! De lehet, hogy ide még nem is egyet kellene, hanem az... Várjál már. És az a baj, elkezd jönni majd sikítós zombi, ugye, hogyha nagy lesz a... Ugye, hogyha nagyon nagy a hő, akkor sikítós zombi spawnolódik. Igen, igen, tudja a keeper. Írtátok? Igen, tudom, tőlem tek tudom. Na, oda néz, hát ez mennyivel jobb, nem?
Baráti. Nagyon jó. Kukoricát neveztük. Terveljük a dolgokat. Nagyon szuper jó. A magok is itt vannak. És háromszoros születet fog, tudok csinálni, hogy megtanultam ezt a farmerkedést. Imádom. Imádom, gyerekek. Mennyi ide festékünk van? Festéket majd mindenképpen kell még csinálnom, mert a keeper azt nagyon, nagyon bírja. De viszont azt ugye tudok csinálni, mert azt hiszem, hogy hova raktam? Ide raktam azt a növényt? Ja nem, a szelveskrapban is van egy csomó olyan növényem, meg murkivóter kell hozzá. Kell majd egy csomó víz. Kellene csinálnom egy kutat egyébként, vagy egy tavat ide le. Vagy egy kutat, vagy valami nagyot, hogy abból tudnék vizet merni mindig. Murkivóter nem korlátlan mennyiségű legyen. Na gyerekek, lehet, hogy elbúcsúzom, mert mindenbe belekapok, aztán semmi nincsen. Meg akarom nézni még a bázisomat távolról, mondjuk onnan föntről. Fölmegy a keeper oda, meg ránéz. Jó, de jó. Mondom, nézd, valaki jön erre, bazza, mit gondolna, mi? Egyébként ez nem tetszik ezt, hogy ideépítette a kárvot, ide húznom egy ilyen nagy betonkockát. Nem vagyok kibékülve vele. De mindenképpen fogunk majd sikító zombit csalni, és zombit akarok majd farmolni. Úgyhogy ezt mindenképp megcsináljuk, nincsen semmi gond, gyerekek. Csak egyelőre, csomó tervem van. Van egy nagyon nagy tervem, amit csak úgy tudom elindítani, hogyha reggel. Úgyhogy el is búcsúzok, és akkor az éjszakát még valami craftolással fogjuk tölteni, vagy valamit kitalál még a keeper addig, de... Ott nincs pirosra húz, üzei főstre, várjál már, miért nincsen ott pirosra főstre? Ott, az a rész az pirosnak kell lennie. És ott belül, ott is pirosnak kell lennie. Gyerekek, ne üzei csesszük már itt el a dolgokat. Így kellene lennie. Baró jó, nagyon jó. Jaj, mennyi tervem van meg. Egyébként várjátok, hadd nézzek ide fel, mert oda is van egy tervem. És nem saját ötlet, hanem Ferike mondta, hogy csinálják egy ilyen elkét. Ugye arról volt pár szó, de olyasmit, fölülre, ami ilyen, mint a normandiai partaszálláson voltak azok a bunkerek, amiben lőttek kifelé, és az olyan tök feeling lenne így betonból. És amúgy igazolva így gyerekek. Ebből szarok, mennyire jól néz ki minden itt. A székem az nagyon kell oda, mi? És ez így, hogy megyünk végig, ez ilyen nagyon high-technek tűnik így. Tök olyan hatást kelt. Hát hülye, figyelj. Ezt most nagyon ki kellett találod, képer, hogy ennek pirosnak kell lenni. Gyerekek, ilyen íze, ilyen nagyon... Tudjátok, mire emlékeztet? Ilyen Mirror's Edge-es. De hát játszottatok hozzá a játékot, ott volt mindig ilyen piros, ami mutatta az utat. Hallod, ez tök jó, hogy piros. Nem hiszed el, hogy milyen jól néz ki minden így. Gyerekek, a piros és a beton. Ez a kettő fog, várjál már. Ez a kettő fog a keeper neki dominálni. Próbálom eltalálni, hogy nehogy véletlen máshol nyomjak. Dick. Mekkora király? Öcsém, ez ilyen full high-tech hatást kelt. Nekem legalábbis nem tudom, ez most én vagyok így vele, gyerekek, de ilyen tök high-technek tűnik az egész tőle. Hogy ki lett színezve. Olyan sokkal idősebb, sokkal modernabb, olyan sokkal letisztultabb az egész. Zombieland felirattal nem vagyok kibékülve, azt lehet, hogy leküldöm pirosra mindjárt. Lehet, hogy le kéne verni. Gyerekek, már megint itt húzom az időt, mert mindig kitalálok valamit. És az a baj, hogy nem merek belefogni egy hatalmas projektbe, amit kitaláltam, mert ahhoz kell idő, és azt reggel kell elkezdeni, mert tényleg egy brutálisan nagy projektet találtam ki, de ahhoz kell idő. És ezért csinálom folyamatosan az acélt, látjátok? Mert itt ezt mindent acélra fel akarok, nem lesz az, hogy most ez nem a cél, ez a cél. Itt viszont mondjuk a rácsokat, azokat megcsinálhatok pirosra. Így jól néz ki. Itt minden a cél az, gyerekek, úgyhogy nem kell itt aggódni, hogy most jó, nem fogjuk tudni, hogy melyik a cél, melyik nem a cél, mert minden a cél lesz. Ide meg viszont kéne egy Voldor, mert itt a legutolsó védelmi vonalam legalább legyen megfogós. Ja, ezt le kellene vernem, gyerekek. Jaj, ne haragudjatok, hogy itt tökölök egyet. De az a baj, akkor meg... Na, ezt úgy kellene levernem, hogy mindig lekopizom a frame-et előtte,
És akkor nem lenne olyan probléma. Érted? Nem lenne olyan probléma, hogy bukik. Úgyhogy először nyomjunk egy copy-t. Egy copy per rotation-t. Oké, és akkor utána le tudjuk verni. És akkor utána először akkor ki tudom fösteni. Úgy. És oda tudom rakni. Oké. Akkor utána megint az kell, hogy copy. Utána le tudom verni. Utána le tudom festeni. Utána ugye copy. Ne! Először nem copy. Először ide kell. Oda kell rakni. Utána jön a copy. Oké. Leverés, és akkor nem kell keresgetnem már, csak azért. Várjál ma, mindjárt. Lefestjük. Oda rakjuk. Mit kell most csinálnom? Lemásolni. Leverjük. Lefestjük. Másoljuk, leverjük, lefestjük. Lefestjük. Oda rakjuk. Lemásoljuk. Ez egy őrület, bocs, de ki kell cserélnem ezt. Nem tetszik, hogy alatta, ugye nem tudtam lefesteni sajnos. Oké. Okay. Lemásol. Pedig meg lehet, hogy megnőnek a növények, úgyhogy rá fogok nézni arra, és nem bírom ki. De bazza, nem festettem azt le. Jaj. Jaj, azért csak elcseszi a keeper. Na jó, mindegy. Csak elcsesztem, bazza. Most eszembe jutott ez a növényes dolog, hogy meg akarom nézni a növényeket, de csak sikerült elcseszni. Festés. A rakás, másolás. Oké, leverés. Hú, egyébként egy más színnel is lehetett volna, egy sárga, fekete vagy valami, az is tök jó lett volna. Bár most, mondjuk most, hogyha már egyszer a piros dominál, akkor legyen már olyan, nem? Egyet elcsesztem, bocsánat, mindjárt pótolni fogjuk. Meg akkor föstünk egyet, de ezt lehet, hogy felaprédelem, ne az legyen, hogy itt véletlenül leszedem majd a betűket, hogyha rosszat nyomok, nem? És ebetű kellene, egy ebetű kellene. Gyorsan egy ebetűt. És még egy polcokat, még ilyeneket is tudsz csinálni, baromi jó. Na, mi a szar van? Beakadt! Oké. Okay. Nem upgrade-elem fel, mert teljesen felesleges, hanem kifestjük a redre. Oh yes! És ez tök jó ilyen csillogó. Minden egy, nem csak izé a textúrája változik a különböző színekkel. Azt hallod? Ez nagyon durva, ez nagyon-nagyon durva. Ezeket tényleg nem tudom lefesteni, tök jó lett volna. Azon gondolkozok, hogy ez biztos, mert itt láttam ilyet, ilyen dobozfestést. Például ugye volt itt olyan, és volt itt ilyen, hogy fegyver meg, ez a gyógyszer például. És ez nem tudod lefesteni, de kár. Nem tudod lefesteni. Azt hittem. Ilyen exit vagy valamilyen felirat nincsen, nézzük már meg, hogy miért. Van ez a hideg sör, de egyébként ez fordítva, nem tudom miért. A mosogató, a tetejét ugye meg tudod csinálni. Itt a hűtő. Ez mi? Medicine cabinet, várjál már. Tudod, ez kemény, hallod? Meg tudod ilyenre csinálni, várj. És ezt is le tudom kapizni, amelyik már ott. Igen, le tudod kopizni az olyat is. Nagyon jó. A létezőket is le tudod kopizni. Baró. Nézzük, milyen van még valami érdekes. Könyves polcot is tudsz csinálni, gáztűzhelyet is tudsz csinálni,
Gáztűzhelyre mondjuk tök jó lenne meg lefesteni a izét. A... ezt. Nem hiszem, de gáztűzhelyre az. És akkor ugye van, volt az előbb ez a fehér. Ezt meg megcsinálod az oldalát. Úgy, meg ezt is megcsinálod. És akkor van gáztűzhelyre. Beszarsz! Van gáztűzhelyre. A menetelévet meg ugye meg tudod csinálni mondjuk izének, hűtőnek. Nincs normál hűtő? Az mi? Frigider? Nem, nincsen. Ilyen hűtő. Nem hiszed el? És akkor ugye megint, mit tudom én, az oldalát, vagy a tetejét, azt lekapizod, és akkor megcsinod ilyenre. És akkor van hűtőt, az olyan, mint a világ itt, hanem marha jó. Már a hidegsöröst, azt meg mondjuk fölé bedobod. Vagy pedig csempe. Csempe kell fölé. Oda nézzél, tesó. Hallod, micsoda konyha? Azt a betyár! Megőrülsz! Nagyon jó, nem volt másik csempe? Á, nem hiszed el, mennyire jó. Itt van ilyen koszos csempe. Nagyon adja. Van tapéta, bazza, meg minden. Háztető. Nagyon jó, mosogatót tudsz berakni. Ott a gáztűzhely teteje, hülye voltál Keeper, mert itt van neki teteje. Mondjuk az nem a legszebb, de ilyen ide nem is tudom, hogy egy nagyon gettós. Tudsz mosogatót. Bele tudsz dobni egy mosogatót. Hát ez nagyon adja. És egy, mondjuk egy hideg sör felirat. És azt nem tudom, hogy miért fordítva rakta. Érdekes. És az, ja, lehet ezt forgatni? Ja, valószínűleg lehet. Érdekes, hogy ezt fordítva rakja, nem tudom miért. Kár. Hát, hogy úgy volt fordítva maga a blokk, ugye? Hát jó van, akkor ez nem tetszik. Úgyné. Ez viszont így teljesen, ez nagyon baráti. Á, nagyon jó, zombi lent felirat, gyerekek, majd minden. Fú, te fiú, hát ez adja nagyon. Más nem kellene pirossal, lehetne ilyen ajtók pirossal, ugye. Hogy várjen. És bekattintottam, vagy az osz, igen, minden oldala, igen. Nem. Most kikapcsoltam, aha. Azért el tudok ezzel tökről, el tudok játszani. Na, ilyenre gondoltam, így. Ó, te fiú. Nem. És megint mit meg? Aha. Ó, de beteg. Jó, aztán szerintem mindjárt vége, mert Keepernek nagy tervei vannak a következő részre, és az így... Ja, így! Úristen! Tényleg baromi nagy tervei vannak, és azokat meg kellene valósítani. Elmegyünk még, megnézzük, hogy megnőttek-e a izeik kaják, és hogy mennyit tudok leszedni belőle most, elvileg háromszorosat. Nem hiszed el. És nem ég a lámpám, gyerekek. Sokkal világosabb lett minden. Tök jó. Itt is, oda néz. Jó, még mindig growing, úgyhogy elbúcsúzom, gyerekek. Az nagyon jó lett. Azt betyám! Na, köszi szépen, gyerekek, a figyelmet. A következő részben ígérem, hogy egy extrém izgalmas, nem? Hát lehet, hogy a következő részben. De mindenképp egy extrém izgalmas részt akarok csinálni. Van egy nagy tervem, amiről szándékosan nem beszéltem. Rettenetesen nehéz és izgalmas lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumik!